lehetőleg a kérdések rövidek legyenek. És közös érdeke mindannyiunknak, hogy a szakemberek a lehető leggyorsabban kiderítsék a méhek elhullásának pontos okát. A virágokat beporzó rovarok nem csak a mezőgazdasági termelés sikerességét befolyásolják, hanem fontos szerepet töltenek be az ökoszisztémában is. Köszöntőjében erre a tényre hívta fel a figyelmet Molnár György, a Jászsági Méhész Egyesület elnöke a Jászberényben tartott méhészfórumon. És ha a méhek nem lesznek, akkor ugye van egy ilyen szlogán, hogy 4 év múlva kihal az emberiség. Ez lehet, hogy túlzás, de olyan következményekkel jár, ami lehet, hogy nem négy év múlva, de egy pár év múlva olyan visszafordíthatatlan következményeket jutunk, ami egyszerűen tönkreteszi a világunkat. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnök helyettese Kis János megnyitójában reményét fejezte ki, hogy a tanácskozással közelebb jutnak a méhpusztulás okainak felderítéséhez. Kiderült azonban, hogy ez rendkívül nehéz folyamat. Nagy valószínűséggel nem is egyetlen tényezőre vezethető vissza a méhek elhullása. A 2018 nyarán tapasztalt méhhullások rendkívül mértékűek voltak, erről számoltak be a méhészek. Azonban tudni kell, hogy ez nem egy magyar jelenség, ez nem egy tipikus hazai jelenség. Az egész világon tapasztalják a méh családoknak a csökkenését, eltűnését. Tehát ez egy globális probléma. A világon nagyon sok kiváló tudós dolgozik azon, hogy az okait megtalálja. Eddig átütő sikert még nem értek el. Jordán László hozzátette, hogy a NÉBIH szakemberei is megkezdték vizsgálataikat. Összesen 10 000 gazdálkodó 30 000 mezőgazdasági tábláján tekintik át az alkalmazott gazdálkodási folyamatokat. Nemzetközi kutatások eredményei szerint a virágokat beporzó rovarok eltűnése a világban elsősorban a vegyszerek hatásaira vezethető vissza. Idézte a tudósok tapasztalatait dr. Hegedűs Dénes, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnök helyettese. Környezeti vegyszerterhelés olyan mértékben változott, amit már a hasznos rovarok nehezen viselnek el. És ez az egésznek a lényege. Most lehet azon vitatkozni, hogy melyik gyártónak, melyik típusú szere. De ennek nincs értelme. Az élővilág megóvásához egyensúlyt kell teremteni az agrárgazdasági ágazatok között. A környezetvédelem nem lehet mellékes szempont. Ehhez szemléletváltásra van szükség. A témával bővebben foglalkozunk a Hír 18 után következő Nézőpont című háttérműsorunkban. Mert valahogy nem volt erre.